A parlament előtt beszélt az érpataki polgármester arról, hogy milyen eredményeket ért el a településen. Orosz Mihály Zoltán korábban azzal vált ismerté, hogy szokatlan módon kezelte a helyi szociális problémákat. A lepusztult ingatlanok helyén ma már termőföldek vannak. A polgármester bár kóstolót is hozott, az újságírók ebből nem kaphattak, viszont csaknem másfél órán keresztül szidalmazta a sajtó megjelent képviselőit, közben pedig a megszálló hatalmakról is beszélt, és az orosz demokráciát dicsérte. A polgármestert csak a tájékoztató végén tudtuk kérdezni a településen felvásárolt ingatlanokról. Pénzbe fizettük ki, hogy pont az ilyen kártékony újságíróknak a hazudozásait, azt majd a bírósági eljárásban természetesen, hogyha amikor majd hazudoznak, akkor mikor majd megadatik nekik az a lehetőség, hogy ők akkor bizonyítsák az igazukat, akkor nyilván mi is megfelelően tudjuk bizonyítani a dolgainkat. Tehát semmilyen visszaélés és jogszabásért is nem történt,